Üdv mindenkinek! Lényegében ez inkább egy nyárbúcsúztató videó akar lenni. Igen, sajnos ez az utcsónó hónapja a nyári szünetnek, pár nap azért még maradt, de se baj, mindig van legközelebb. De nem ez a videó fő témája, ugyanis ez egy véleményező videó akar lenni a Netflixen futó sorozatról, a Sonic Prime-ról. Ebben a videóban megpróbálom úgymond kifejteni azt, hogy mik a pozitívumok és mik a negatívumok számomra a sorozatban. És mivel én, mint Sonic fanboy, úgy voltam vele, hogy hozzá kéne szólnom a sorozathoz, mivel már tudtommal, július 13-án csütörtökön elérkezett a második évad is, aminek még csak az előzetesét láttam, meg hát úgy hallottam, hogy harmadik évadot is terveznek, szóval ja, ideig csak az első évadot tudtam végignézni. Igen, most lehet, hogy le vagyok maradva, mint a borra való, vagy mint az itthoni Meki a grimasszékről. Bár... mi? Várjunk! Ez már lejárt lemez akar lenni? Ó! Oh. Oksa? Mindegy. Lényegében nem a sorozatnak a cselekményén, magyar szinkronos szereposztásán szeretnék reagálni per véleményezni. Csapjunk a csilis dogba! A Dr. Tojásfejjel vívott csata során Sonic Shadow figyelmeztetése ellenére meggondolatlanul elpusztítja a Paradoxon prizmának nevezett kristályt, amely elpusztítja a világukat. És ennek eredményeként létrehozza a Szilánkverzumot, egy multiverzumokkal teli űrt, egy úgynevezett Szilánk tér, ahol Sonic nem létezik, és amelyen keresztül más alternatív világokba is beléphet. Első úti célja Green Hill disztópikus változata, az úgynevezett New York City. Sonic ott találkozik először barátai, Tails, Knuckles és Rouge alternatív változataival. Együtt hatolnak be a Káosz tanács erődjébe, és harcolnak a robot seregeikkel, köztük Amy Rose alternatív változatával, név szerint Rozsdás Hószal. Sonic rájön, hogy a tanács energiaforrása a Paradoxon Prizma szilánkja. Amint megtalálja és megérinti a kristály szilánkjait egy-egy multiverzumban, átkerül a többi alternatív multiverzumba is, többek közt három multiverzumba kerül útja során, az Erdély labirintusba és Sehol földjére. Mindeközben, miután Sonic eltított az Erdély labirintusba, New York City-nél Nine elkobozza a szilánkot, amint rájön, hogy többre képes. Regenát, Knuckles-t és Evelyn Rouge pedig faképnél hagyta. Elárulva érezték magukat, így egy héten belül létrehoztak egy hadsereget. Amint Sonic visszatér hozzájuk az Erdély labirintusból, nem is sejti, hogy miért vádolgatják, miért tekintik őt árulónak, és hogy miért vannak berágva, pedig ő neki egyáltalán nem állt szándékában magukra hagyni őket. Nine volt a valódi áruló. De amint Sonic rájött, hogy ezzel ő is galibát okozott, úgy döntött, hogy most nem hagyja cserben őket, és megpróbálják legyőzni a Káosz tanácsot. Ám a csata közben találkozik Nine-nal, aki a szilánkkal energiaportált is képes nyitni, amivel végig kíséri Sonicot a szilánkűrön keresztül egyfajta repcsivel, hogy elkísérje őt az általa felfedezett bolygójára, ahol vele akar új életet kezdeni. Sonic nyilván visszautasítja az ajánlatot, ugyanis segítenie kell az ellenállóknak. Később a csata során Sonic megpróbálja megkeresni Nine-t, de nyilván olyannyira felgyorsul, hogy egy portálon át sikerül eljutnia a harmadik multiverzumba is, Sehol földjére. Ott folytatja a szilánk keresését. Bekelő sem múlt! Egészen érdekes az alaptörténet, viszont eléggé elkeserítő, bunkó és igazságtalan, hogy az ellenállók pont Sonicot tartják megbízhatatlannak, melesek fogadják olyan dolgokkal, amikkel még ő sincs tisztában, etc., etc., stb. Stb. Bár nem csodálkozom, hisz még ők sem tudták, mi volt a hézag, hogy mi volt Sonic fő célja. Hát jó, igaz, itt mondjuk nem kellett volna Sonicnak így csak magára gondolnia, hogy őt haza akar menni. De azt figyelembe kell venni, hogy számára ezek a különböző multiverzumok, ezek ilyen idegen helyek. Való igaz, Sonic azt gondolja Nine-ról, hogy kívülről veszélyes és megbízhatatlan, de nyilván neki is volt háttértörténete, ami megindokolná azt, hogy miért hagyta ott New York City-t, és miért ekkora gyökér, és hogy miért akar új életet kezdeni egy új bolygón. És nyilván mellette áll, ami kevésbé tanácsos, hisz Nine láthatóan így is úgy is rossz hatással volt rá. Legalábbis ezt én így gondolom, a látottak alapján.
Véleményem szerint mindezért felesleges volt Sonicot gyanúsítani. Pedig nem önszántából hagyta ott a többieket. Ugyanis bárki hibázhat az életben számtalanszor. Nyilván az otthonába, Green Hillbe akart hazajutni, ami sajna már elpusztult a robbanás után. Bár az a gond, hogy a mai világban is találkozhatunk eféle társaságokkal, akik csak úgy indokolatlanul rátámadnak egy olyan dolog miatt, amiről nem igazán tehetsz, vagy csak olyasmiért, amit muszáj volt megtenned. Nem volt más választásod. Viszont itt dől el, hogy New York Cityben ilyen vademberek vannak, akik ezeket így nem tanulták meg, ezeket a háttérsztoris dolgokat. Hogy van annak indoka, hogy az adott személy miért gonosz. Viszont számomra az egy pozitívum volt, hogy Sonic megpróbálta összehozni a csapatot mindegyik multiverzumban. Főleg az Erdély labirintusnál. Imádtam, ahogyan megpróbálta pedagógiai érzékekkel, módszerekkel felvilágosítani több is Roost, Morcot és a többieket meggyőzni arról, hogy minden rivális csak lehet egy háttértörténete, amiért olyan ellenséges másokkal szemben. Mert több is konkrétan azért támadta meg akkori barátait, mert nyilván védeni akarta a környezetet és magát a növényeket. Persze a többiek ezt nem igazán vették figyelembe. Szeretem az eféle felvilágosító rajzfilmeket, sorozatokat, amik ráébresztik a nézőket arra, hogy ne legyünk vakok, hipokriták. Ilyen esetekben sokszor nézzünk magunkban, mert az életben senki sem lehet makulátlan. Mindenki követel hibát. Bár ez nyilván fiatalabb korosztálynak készült, 6 éven aluliaknak, úgyhogy nem csodálom. De lényegében ez meghatott. Emellett még bírtam azokat a kis old school-szerű bejátszásokat, amik Sonic és barátai megismerkedését mutatják be. Eféléket láthatunk az élőszereplős filmekben is, leginkább a stáblistánál. Érdekes, hogy a Sega napjainkban ugyanúgy meg tud lepni minket valamivel. Életemben idáig 3 hivatásos színésztől hallottam azt a tényt, hogy talán a legtöbb sorozatoknál, filmeknél a külföldiek, vagy ebben az esetben az amerikaiak döntik el, hogy a hazai szinkronban melyik színész kapja az adott szerepet. A magyar szinkronnál nagy gondom nincs. Mégis van egy-két karakter, akinek a szinkron hangját úgymond megváltoztatnám, kicserélném. Először inkább elkezdeném a pozitív szereposztásokkal. Szabó Máté maradt ugyanúgy Sonic szerepében, ami nem is zavar, hiszen már a film előtt is adta a hangját a Sonic Undergroundban. Varga Rókus, mint Knuckles. Egyszerűen zseniális! Egyszerűen passzolt hozzá a Joe Svenssonos hang. Nem tudom miért, de passzolt. Magyar Viktóriát nem ismertem, viszont Amy Rose szerepében nagyon aranyosnak hangzott. Shadow ugyanúgy a Sonic X-es hangját kapta, mégpedig a legendás Hanvas Dánielt. Mondjuk így eléggé funny, hogy ideig 3 Family Guy-os szinkron hang van, mert hát ugye otthon még Kerekes József, mint Eggman, de majd rátérünk. Ez akár egy jó javaslat lehetne a Marton Network ismerős szinkron hangok sorozatához. Az egy dolog, hogy nem mindig egyezhet a külföldiek ízlése a miénkkel, szereposztás kapcsán, még az enyém se a többi emberével. Mindenkinek más az ízlése, hát ez jogos. Viszont még a 3 fő karakter hangjánál, Tails-nél, Rouge-nál és Eggman-nél lenne egy icipici beleszólásom. Szalaj Csongor, mint Tails, hát elfogadható lehetett a Milhouse-os hangjával. De ha annó a 90-es években leaktatták volna itthon az Adventures of Sonicot és a CTMS sorozatot, akkor pont jól lehetett volna a hangja, mert akkoriban még ez a fiatalos vacakkutyus hangja volt. Ennél a sorozatnál maradnék a boomos hangnál, Császár Andrásnál. Még ha nem is rajongtam oly nagyon a Sonic Boomért, viszont a történetei egészen bejöttek. Bár az a sorozat továbbra sem az én formám, de mindegy. De Szalaj Csongor egy idő után elfogadható volt, maradjunk annyiban. Sokszor hallottam így Télszként, így a sorozatban, és így... Jó, maradok ennél. Herman Lilla, mint Rózs, idáig nekem kissé szakadtlan volt. Megbecsülöm Herman Lilla színésznő munkásságát, mint a legtöbb hivatásos színészt, akit ismerek, vagy akiről hallottam. A Cuphead Show-ban kehelyként el tudtam fogadni rendesen, de azon kívül a hangja tényleg passzolhat egy 18 éves papíron felnőtt lányhoz,
Mert ha jól tudom, Rouge alapvetően 18 éves. De én mégis úgy gondolom, hogy számomra valamiért nem igazán illett műshoz. Nem igazán passzolt. Jelleméhez megfelelően más szinkrohangot képzeltem el volna. Nem azzal szeretnék itt felvágni, hogy túl fiatal, mert az csúnya lenne. Egyszerűen úgy érzem, hogy valami nem volt oké. Ez nekem most olyan, mint amikor Imre Istvánt leváltották, lehet azért is, mert nyugdíjba vonult, vagy ki tudja. És azután Dolmány Attila lett Tunya Csáb új hangja a Spongyabob Paszkanadrágnál, amit hiába csinált orhanggal, még most sem tudom igazán feldolgozni. Bár igaz, alkalmazkodni kell a változásokhoz. Visszatérve a lényegre. Mégis úgy gondolom, hogy Rúzsa Denevér jelleméhez illően kellene választani egy másik hangot. Véleményem szerint Náraj Erika hangja egy fokkal jobban passzolna Rúzshoz, sőt, szerintem sokkal jobban, de ezt is csak én gondolom. Aróka jó nyomogja. Rúzs! Te meg hogy jutottál be? Tojásszaj palira bett téged kék. Ugyan már! Miért lehetett szüksége egy akkora robbanásra a környéken? Nos, van egy tippem. Tudjátok, már évek óta keresek egy szótárikka és fényes égkövet, amit ott hívnak, hogy Paradoxon Prisma. Paradoxon Prisma? Igen, most az előbb muszáj volt ezt a jelentet bevágnom a színésznő hangjával, ami mesterséges intelligenciával készült, majd a komment szekcióban írjátok le, hogy passzolta hozzá vagy sem. Mindenki döntse magában, mit gondol erről. Nem tudom, mi lesz, ha ezt meglátja. Minden esetre én ezután is tiszteletbe tartom a színésznő pótolhatatlan hangját. És még ott van Kerekes József, mint Dr. Tojásfej, azaz Eggman. Miért kell állandóan lefordítani a nevét? Igazság szerint én csak az élő szereplős Sonic filmeknél tudtam őt megszokni Dr. Ivo Robotnik szinkronhangjaként. Miért is? Hát egyértelmű válasz van rá. Mindkét filmben Jim Carrey volt a megszemélyesítője Robotniknak. És az itthoni Jim Carrey imádók tudják, hogy Kerekes József a hivatalos magyar szinkronhangja a komikus színésznek. Még ha rajta kívül más is szinkronizálta Jimbo-t, mint például Háda János. Így magát a karaktert hallani Kerekes Józsi hangjával valamiért roppant szokatlan volt és furcsa. De később már nyilván meg lehetett szokni, mégis úgy gondolom, hogy Faragó Andrásnak kellett volna elvégezni Eggman szinkronizálását, mint a Sonic Undergroundnál, és a Sonic Boom-nál. Ideig úgy gondolom, hogy a magyar szinkronos változatot úgy 8 per 10-esre pontoznám. Persze csak azért, mert az eddig ismert karaktereknél megszokható a szereposztás, meg nem is. De nem azt mondom, hogy hú, de rossz. Egy idő után elfogadható. Ez így elmegy. Hát látna ennyi jobb, de nem kegyetlenül rossz, hanem aránylag. De ezt mindenki dönts el magába, hogy mennyire jött be a szinkron, vele együtt a szereposztás. Zárásként csak annyit mondanék, hogy bejött ez a sorozat is. Ez nekem ideig 9 per 10-es. De jó, elfogadható cucc. Az animáció, a karakterek dizájnja jól sikerült, bár valamilyen okból kifolyólag eszembe jutatja a Gumimaci újfajta dizájnját. És vannak talán csak számomra enyhén humoros, ám de egyértelmű jelenetek, amelyeknél kitör a random nevetés. Vagy inkább csak kuncogás. De engem inkább az érdekelne, Hogy jutottál ide be? Nyitva volt az ajtó. Ha lesz rá szabad időm, talán belenézek a második évadba. Mert nyilván a videózáson kívül vannak más elfoglaltságaim, bár hiánypótlóként pár apróságot azért felteszek még mindig. De én úgy gondolom, hogy a Sonicot inkább játszani szeretem, mint nézni. Mert alapvetően ez egy videójáték sorozat. De ezzel itthon nem igazán vannak tisztában, amivel nincs gondom, csak nem igazán jól gondolják. Nyilván mióta kijött a legelső live action film, akkor vált újra ismerti a mostani generáció számára, úgyhogy már nem csodálkozok rajta. Jobban szeretek inkább a játékokkal játszani, mert abban legalább bele tudja élni magát az ember, és nem csak bámulja azt, mint hal a szatyorban. Most is megvan például a Sonic Frontiers, meg a klasszikus játékok. Lehet, hogy most rá vagyok maradva mindennel, mint a porravaló, mint fan, de ezért nem szeretnék magyarázkodni, mert egyszerűen úgy érzem, hogy nincs miért, és nem tartozok magyarázatokkal ilyen feleslegekért. Kinőttünk már ebből. Minden esetre mára ennyi volt, srácok. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Tudom, itt olyan szerény vélemények voltak hallhatók, amikkel nem mindenki értett egyet, ezért még arra kérnélek titeket, hogyha van valami hozzáfűzni valótok eme sorozathoz, akkor csak írjátok le a komment szekcióba. És ne feledjétek, amiatt most kell szenvedni, hogy vége a nyári vakációnak. Még ott lesznek a rövidebb szünetek is. De egyelőre élvezzétek ki a nyár utolsó napjait. A súlyhoz pedig sok sikert és kitartást kívánok mindenkinek. Puszi mindenkinek, szevasztok gyerekek! Thank you.